A Miklós Néptánc Együttes után pedig ugye ígértem, hogy testvér településünk Tornalja műsora következik. És örömmel mondhatom, hogy már megérkezett az aratás ideje alatt Tornalja polgármester asszonya és Szögedi Anna, aki azon túl, hogy megnézte az aratásunkat, már a lovas kocsizásunkat is kipróbálta, hogyha jól láttam, és mielőtt Tornalja produkciója következne, ami konkrétan nekünk készült, ide Törökszent Miklósnak. Egy művészeti iskola diákjai érkeztek ide hozzánk, köszönhetően Mezei Erikának, a művészeti alapiskola igazgatójának, akiket láthattunk már többek között Törökszent Miklóson reneszánsz csoportként, tehát amikor kiderült, hogy arató napra érkeznek ide hozzánk, akkor el kellett rajta gondolkozni, hogy vajon milyen műsorral is készüljenek. És csak nekünk, csak a mi kedvünkért állították össze azt, amit majd itt a színpadon láthatnak. És higgyék el, érdemes lesz megnézni, és nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ennyire kedvesek voltak. Mielőtt azonban őket látnánk a színpadon, én azért egy kicsit szeretném megkérni Szögedi Anna polgármesterasszonyt, hogy néhány szóban mutassa be magát a csoportot és saját magukat. Fogadjuk tehát nagy-nagy szeretettel Szögedi Anna polgármesterasszony. Köszönöm, kellemes szép napot kívánok mindenkinek. Tisztelt polgármester úr, kedves Törökszent Miklósi barátaink, mi a Felvidékről, Gömörországból és a Palóc részéről Gömörországnak érkeztünk, Tornaljáról. Onnan hoztam el városunk minden polgárának szívélyes üdvözletét a Törökszent Miklósiaknak. Polgármester úr, köszönjük a meghívást, a szívélyes fogadtatást, és valóban úgy, ahogy itt elhangzott, én már megnéztem az aratást is, nálunk is ugyanígy arattak nagyon régen, és most már nem merném bevállalni, hogy volna-e annyi fiatal, illetve középkorosztály, jó vagy idősebb férfi és nő, aki ezt bevállalná nálunk. Úgyhogy ehhez külön gratulálok. Nagyon-nagyon szép volt. Tulajdonképpen a barátság a két iskola között kezdődött, a művészeti alapiskola és az itteni művészeti iskola között, és hát tart a mai napig. Nagyon szívesen jönnek ide a gyerekeink, a diákjaink, és hát meg is kérném önöket, hogy fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Minden évben eljárnak ide koncertezni, vagy a templomba, vagy fellépésre. És ugyanúgy eljöttek tavaly a Törökszent Miklósiak is hozzánk, mert ez az iskola éppen 70. évfordulóját ünnepelte, úgyhogy gondolom, hogyha a fiatalok között ilyen szép barátság alakult ki, akkor majd bővíteni fogjuk ezt. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, még egyszer üdvözlök mindenkit, és hát fogadják szeretettel a mieinket, a tornaljaiakat. Köszönjük szépen polgármester asszonynak mindazt, amit idehoztak nekünk, és a kedves szavakat is. És közben, amíg egy kis technikai beállás következik, hiszen művészeti iskola révén, hát ők valóban megmutatják, hogy mit tudnak. Igen sok hangszer fog érkezni a színpadra, táncolni, énekelni is fognak nekünk a Tornalja művészeti alapiskola diákjai. És közben ugye a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskoláról volt szó, innen indult a barátság, Balázs Zsolt igazgató úr is itt van kint velük, és természetesen Tornaljával, aki egész nap itt egy kis kedves, Törökszent Miklósi kedves vendégszeretetet mutat be többek között ő is. És akkor remélem, hogy lassan-lassan összeállunk, bár úgy látom, hogy lesz még némi dolgunk, közben pedig a hátam mögött kíváncsi vagyok, hogy a traktor el tudott-e már jutni. Ha azonban mégsem, akkor még egyszer elmondanám a két rendszámot. NFW816 és JBS301. Amíg pedig pakolunk, továbbra is felhívom kilátogatóink részére azt a lehetőségre, arra a lehetőségre a figyelmet, hogy támogatói jegy formájában isteni finom ebédet fogyaszthatnak itt az arató napon, az arató nap helyszínén. A támogató jegy pedig megvásárolható a nekem balra lévő
fehéres sátorban. Várnak mindenki szeretettel, aki egy jó ízű ebédet szeretne elkölteni. Közben pedig ugye a székácsosok is várnak mindenkit, meg kell tippelni, hogy mekkora, hány kiló súlyú kenyeret sütöttek. Nem csak úgy tippelünk, hanem természetesen ajándék fejében várják a tippeket, és ugye ne felejtsük el, hogy megtanulhatunk fejni. Hát nem tejet, de legalább bort. Na, és úgy nézem, hogy lassan-lassan készen állunk, leadom a mikrofont, igen. Látják, hogy jár a szem, csak amarra hátra nem lehet hallani. Hát szájról olvasni onnan messziről nehéz, most már megint hangosabbak vagyunk, szóval a rendszámot akkor még egyszer elmondanám. NFW816 és JBS301, viszont tudom ajánlani mindenki figyelmébe, hogy közelebb lehet jönni ide a színpadhoz, hiszen színpadi produkciók zajlanak. Következik tehát Tornalja Művészeti Alapiskola produkciója, itt Törökszent Miklóson.
Üdvözöllek itt a Tornai Művészeti Alapiskola nevében. Kellemes szórakozást kívánok! Hölgyeim, uraim, mondta nekem a kolléganő, hogy te vagy legnagyobb magyar valami. No, jó, nagyapja volt karpati német, nagymama lengyel, másik nagymama ukrajn, én vagyok olyan keveres. Nagyon szépen köszönjük a polgármesternek, plusz a művészeti igazgató úrnak, a Balázsnak, hogy hívtak nekünk, hogy tudtunk megmutatni ezt a műsorom. És nem utolsó sorban is a polgármesterné, Tornai polgármesterné, Hanikus Szögedi Aninak, hogy segít nekünk, hogy tudtunk járni is. Nagyon szépen köszönjük, és máskor is találkozunk, és viszontlátásra, és még utolsó darab is eljátszunk.
Tornaljának nagyon-nagyon szépen köszönjük a számunkra összeállított műsort, és valóban a híre már ugye megelőzte. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Fantasztikus produkció volt a technikai nehézségeink ellenére. Köszönjük szépen a közönségünknek is, és persze a fellépőinknek is, hogy nem adtuk fel. A folytatásban pedig már azt is tudom, hogy a zsűri döntött, tehát megvan a végeredmény a kézikaszás arató bemutató és versenyről. Közben pedig még egyszer elmondom, hogy aki ebédelni szeretne, mert úgy gondolta, hogy a nagy munka közben, amit nézett, ő is megéhezett, akkor támogatói jegy formájában hozzájuthat nagyon-nagyon finom ebédhez. Támogatói jegy pedig ugye itt vásárolható, a mellettem lévő, nekem baloldalamon lévő fehér sátorban. A folytatásban pedig már mögöttem ismét hazai produkció következik, a Török Szent Miklósi népdaltör. És természetesen a helyszínnek és a napnak köszönhetően aratási népdalokkal is készültek, de kunsági dalcsokorral, vagy éppen tiszai dalcsokorral, citera kísérettel. A népdalkör 1972-ben alakult. Fenntartója Török Szent Miklós Városi Önkormányzat és az Ipari Közművelődési Központ. A 47 év alatt nagyon-nagyon sok baráti találkozón, helyi, városi, megyei és országos bemutatón, népzenei fesztiválon szerepeltek már eredményesen. A népzenei együttesek minősítő hangversenyén pedig minden alkalommal aranyfokozatot ért el a népdalkör. A Kórusok Országos Tanácsától 11 alkalommal kapta meg az Aranypáva díj kitüntető címet, 3 alkalommal pedig Aranypáva nagy díjban részesült. Pro Urbe Török Szent Miklós díj és a Jász-Nagykun Szolnok megyéért díj után 2018-ban a Magyar Kultúra napján Török Szent Miklós város közművelődési díjat adományozott a népdalkörnek. Szívügyüknek tekintik a csak tiszta forrásból származó magyar népdal népzene ápolását, megőrzését, bemutatását és továbbadását, ahogyan ugye ezt még Laci bácsi is nagyon sokszor kihangsúlyozta. A csoport vezetője pedig most már azért elég hosszú ideje, Gondáné Árvai Mária, neki köszönhetjük, hogy továbbra is itt van velünk a Török Szent Miklósi népdalkör. Fogadjuk tehát őket nagy-nagy szeretettel és tapssal itt, Török Szent Miklóson a 26 éves Szent Miklósi Napok rendezvénysorozat keretében. Megint sokat tisztad utána,
A faluban nincs egy kislány, csak három. Hát a mankot kiszegít el a nyáron. Pártig a lobog a gyerektán. Jaj, de gyengén hajlik a marokó után. Piros pártig a lobog a gyerektán. Jaj, de gyengén hajlik a marokó után. Never.
este kezdtem a lovamat nyergelni. Reggel itt tart se jön, reggel itt tart a szent számot ráadni. Csillag ragyó, kis fejlom a fején, nem hallám. Csak én magam egyedül vagyok árva. Az erdei
mikrofon hadából egyet kiválasztottam és szól. Szóval a Tarakszentmiklósi Népdalkör után pedig újabb testvértelepülési produkció következik. Közben pedig nagy-nagy szeretettel köszönhetjük itt körünkben az Arató napon Zenta településről a képviselőtestület vezetőjét, Pataki Tibort. Ő tisztelte meg rendezvényünket, és örülünk neki, hogy itt van velünk. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és jó étvágyat kívánunk mindenkinek, aki már az ebédet fogyasztja. Közben pedig, ha már az ebédnél tartunk, akkor mondom, most éppen egy kis sátrat húznak fel, gyönyörű ruhába felöltözött lányok. Ott lehet majd egyébként a támogatójegyet megvásárolni, és ott lehet elfogyasztani a fantasztikus ebédet. Marha pörkölt és csülök pörkölt közül lehet majd választani. És akkor fogadjuk következő fellépünket. Érkezik újabb testvér településünkről, Nevetlen faluról, akik igen szép delegációval érkeztek hozzánk, hiszen itt van Gulácsi István tűzoltó parancsnok, ezen kívül a képviselőket is képviselteti Oroszi László, valamint a delegáció vezetője Kostya Margit. A fellépőnk pedig Kostya Anikó, aki szatmári dalokkal készült nekünk, és az ő produkciója következik. Azt követően pedig már most mondom, hogy az Arató csapatok lassan ebédeljenek, és közeledhetnek ide a színpadhoz, hiszen eredményhirdetés következik, és már a Tiszta Udvar rendes ház cím átadásáról is érdeklődtek, akik meghívást kaptak a mai napra. Az is hamarosan átadásra kerül. És akkor most fogadjuk nagy tapssal és nagyon nagy szeretettel Kostya Anikót. Madár létemre, mire vetemettem, ami időn a szalmából szemet szedegettem. Tőrbe estek lábaim, oda szabadságim, megsebezve szárnyaim, oda vigasságim. Számomra e kalitka el van már készítve, eledelem cukorral fel van elegyítve. Mégsem tetszik az élet, jut eszembe fészkem. Százezerszer jobb volt minden, még szabadon éltem. Kender magvat vetettem, de nem a mezőbe. Forrás vízzel hitattam, de nem a fenyvesbe. Az erdőnek magvai édesebbek voltak, a források vizei hidegebbek voltak. Huszárosra vágatom a hajamat, fenyergelem göndörszerű lovamat. Színaszalma három napra van belepakolva, adj egy csókot kis angyalom az útra. A huszárnak csókot adni nem lehet, mert a huszár nem igaz szívből szeret. Ha a huszár igaz szívből sejhaj szeretne, maga mellé a nyerekbe ültetne. Gyenge vagy még kis angyalom alóra, táncol aló, te meg lesel róla. Majd ha egyszer én ülök a sejhaj nyerekbe, táncolhat velem a csillagos égben. Csillagos ég, merre van az én hazám? Merre sirat engem az édesanyám? Nem sirat az, mert el van már sejhaj temetve, a sírjára rozmaring van ültetve.
Hölgyeim, uraim, kedves vendégeim, kilátogatóink, testvértelepüléseink, delegátjai, mindenkit, hát tudom, hogy tűz a nap. Egy picit azért közelebb lehet jönni a színpadhoz, és itt leginkább az arató csapatok összes résztvevőjére gondolok. Tehát az arató csapatból nem ér csak egy emberrel megjelenni, ide szeretnénk hívni mindenkit, mert hogy mindenki természetesen ajándékot kap. Szóval, gyülekező, mert hogy az kézikasszás arató bemutató és verseny eredmény hirdetését követően a Tiszta Udvar Rendes Ház cím átadása is megtörténik itt az arató napon a hagyományainkhoz híven. Úgyhogy várjuk őket is nagy-nagy szeretettel. Ők még egy kicsit azért pihenhetnek, tehát lesz egy kis időnk, hiszen 5 csapat versenyzett. Addig pedig, amíg mindenki megérkezik, tehát az összes arató csapatot szeretnénk itt látni. A bátrabbak a tűző napra is kiülnek, szalmakalappal, bekötve a fejük kendővel, ők a profik. Ugye, látom én? Tehát ők felkészültek a mai napra, lehet tehát közelebb jönni, akik pedig hát a kezdő kategóriába tartoznak, ők az árnyékba fáradjanak oda, ugye Kriszti? De te nem maradtál. Nagyszerű. Szóval, várunk ide szeretettel mindenkit a színpadhoz. Hát, hogy valóban a díjak átadása fog következni. És igazából a színpadunkon már mindenki fent van. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Azt nem mondom, hogy a záró eseményünkön, hiszen nagyon-nagyon sok minden vár még ránk a 26 éves Szent Miklósi Napok rendezvénysorozat keretein belül. Egyrészt, hogyha itt már végeztünk, akkor 19 órától a Galambos Parkba várunk mindenkit, ahol egyrészt a gyermekek is jól érezhetik magukat, nagyon-nagyon sok mindenki kipakolt különböző, hát szórakoztató jellegű kellékekkel, itt gondolok mondjuk a Dodge Jam-re, de ezen kívül koncertekkel is készültünk. 19 órakor kezdünk, Goodbye Darjeeling, 21 órakor Balkán Fanatik, majd 23 órától a Passo kezdi meg a koncertet, és hát még vasárnap sem pihenhetünk, hiszen a sportpályára várunk mindenkit, a Törökszent Miklósi Fogadhajtók baráti találkozójára és a meghívásos labdarúgó tornára. Ez is nagyon izgalmas és mozgalmas szokott lenni. Azonban úgy látom, hogy aki már úgy gondolta, hogy itt kell lennie, az itt van. Úgyhogy egyrészt nagy-nagy szeretettel köszöntöm és köszönöm szépen Törökszent Miklós város önkormányzata és az Ipolyi Közművelődési Központ nevében, hogy 5 csapat nevezett a kézikasszás arató bemutatóra és a versenyünkre. A zsűri pedig értékelt. Az értékelésről természetesen majd Pali bácsi fog nekünk beszámolni, de természetesen itt van már velünk Törökszent Miklós város polgármestere Markó Imre, aki egyrészt Törökszent Miklós város önkormányzatának díját fogja átadni. Ezen kívül ugye többször elhangzott, hogy a Szent Miklósi Gazdánk baráti körének jóvoltából is valósulhatott meg ez a mai nap, akik igen, jelentős mértékben hozzájárultak a versenyhez, és ők is szeretnék díjazni mindazokat, akik részt vettek mindebben. Úgyhogy szeretettel köszöntöm itt Szegő János urat, Budai Ferencet, de még lesznek itt a gazdakör tagjai közül, akik ugye ajándékot fognak majd átadni. És akkor szerintem bele is vághatunk, hogyha minden csapat itt van. És akkor szeretném megkérni Pali bácsit, hogy az eredmény hirdetésben segítsen nekem, és értékelje a mai napot. Köszönöm szépen! Jó ez! Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyek, urak! A zsűri és az aratónap szervezők nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm, de egybe az utolsó felvonásként megköszönöm kedves részvételüket, hogy megtisztelték Törökszent Miklósi nap megrendezését. Megköszönöm, hogy az aratónap megrendezésén részt vettek és biztatták a csapatokat. A zsűri nevében és a rendezők nevében kijelentem, hogy csak a legnagyobb köszönet illeti a csapatok munkáját. A lelkesedés, a részvétel volt a fontos, a lelkesedés és a hozzáállás, a csapatszellem az annyira kiváló volt, hogy a zsűri ezeket a pontokat maximálisan tudta értékelni. A legelső befejezett parcella
és az utoljára befejezett parcella között olyan kicsi idő telt el, hogy igazán nehéz volt a helyezések sorrendjét megállapítani, de mivel aratóversenyről lévén szó, és nemes versengésről, azért mindenképpen kellett egy sorrendet felállítani. Mielőtt a sorrendről beszélnék, elmondom, hogy nagyon nagy dicséret illeti a Székács intézmény fiatal csapatát. Először is azért, hogy egy nemes hagyomány fölvállalták betanulni kézi hagyományos aratásra. Nagyon nagy érték, és remélem, hogy a fiatalokkal az elkövetkező időben is sokat fogunk még találkozni Szent Miklósi napok alkalmából. Nem csak az arató rendezvényen, hanem a Szent Miklósi napok más rendezvényein is, hiszen ez a város, a mi rendezvényünk, sport, a kultúra, a hagyományos aratás, ez az életünk Törökszent Miklóson. Másik szempont. Értékeltük az aratás versenyszabályzata alapján, milyen volt az aratás idő, milyen volt a kévé, a keresztek, a szemveszteség, és így tovább. Meg kell állapítani, hogy a körülményekhez képest kifogástalan eredményt értek el a csapatok. Hozzáteszem, hogy azzal utólag szembesültek a csapatok, hogy kis területről lévén szó, a műtrágyaszóró és a gyomírtó gépek nyomai az esős tavasz miatt megmaradtak. Ez nyilvánvalóan nehezítette a kézikaszások dolgát. Ennek ellenére voltak kiváló csapatok, akiknek a búzatalló magassága az már szinte földdel volt egyenlő. Gratulálunk nekik. Mind a zsűri nevében és az aratás szervezők nevében minden csapatnak gratulálunk, minden csapat nyert, és a mi kedves ide látogató közönségünk nyert a legtöbbet, mert felidéztük fiatalkori, gyerekkori emlékeinket, akik még nálunk sokkal fiatalabbak, azok meg látták, hogy szüleink, nagyszüleink, szorgalmas eleink milyen nehéz munkával nem egy óra hosszát arattak naponta, hanem 10-et, 12-t, meg az időtől függően 16-ot, mert éjszaka kereszteltek. És nekünk ezt kell értékelni, és ezért kell tisztelni drága eleinket. Ezt megtették értünk, megtették létünkért, és megtették azért, hogy mi ma itt ünnepelhetünk hagyományos kézikaszás aratást. Ennyi értékelés után engedjék meg, hogy a zsűri nehéz helyzetét, hogy mondjam meg, hogy nem kibékíthetetlen vita után, de megegyeztünk, hogy egy-egy aratási mozdanatot hány ponttal jutalmazunk. Végül béke lett a zsűri tagjai között, és megállapodtunk minden csapatnál egy-egy munkafázis pontszámában, és ez alapján összeállítottuk a pontokat. Értékelés következik. Az öt csapat közül ötödik helyezést ért el 77 ponttal a Törökszent Miklósi polgármesteri hivatal csapata. Gratulálunk a hivatal csapatának, és szeretnénk megkérni, hát minimum egy tagot, de lehet akár többen is feljönni, aki átvenni Markó Imre polgármester úrtól Törökszent Miklós város önkormányzat ajándékát, és közben ugye folyamatosan éjjenzünk, tapsolunk, köszönjük szépen, szerintem az első aratásán van túl, az érkező három tag.
a csapatból. Szóval köszönjük szépen, és valóban a részvétel volt a fontos. Remélem közben mindenki lemozizta a kibékíthetetlen ellentétet, amint Pali bácsi, meg mondjuk Szegény János úr vitatkozik egymással a pontokon, és ugye még békéltető testület is felállt. Szóval köszönjük szépen a zsűri munkáját, úgyhogy várom vissza a Pali bácsit, kíváncsiak vagyunk a negyedik helyezetre. A negyedik helyezett Kuncsorba önkormányzat csapata érte el a Kunkalász. Kuncsorba csapatától is legalább egy arató csapat tagot szeretnék kérni, aki szintén átveszi Törökszent Miklós város önkormányzat ajándékát. És óriási taps illeti őket, akik minden évben itt vannak velünk, és mindig hoznak arató csapatot. Köszönjük szépen Kuncsorba és polgármester úr! Mielőtt azonban következne a harmadik helyezett, ott már most mondom, hogy innentől kezdve minden csapattagot szeretnénk felkérni a színpadra. Tehát mindenki, nem csak egy, hanem öten szeretnénk, hogyha minden csapatból feljönnének. Tisztelt hölgyek, urak! A zsűri és a rendezők nevében még egyszer nagyon köszöntöm a Székács diák csapatát, akik harmadik helyezést értek el. És jövőre is visszavárunk titeket. Elsőként ők is Törökszent Miklós város önkormányzat ajándékát kapják meg polgármester úrtól, hogyha felérkeztek a színpadra. Az ok pedig, amiért minden csapattagot felhívtunk, az a következő. Ugye valamikor az év elején alakult meg a Szent Miklósi Gazdák baráti köre, pontosan abból a célból, hogy a Szent Miklós Napok rendezvénysorozat fő napját, az arató napot méltóképpen ünnepelhessük. És most a Szent Miklósi Gazdák baráti körének ajándékát fogja átadni a csapattagoknak, mindenkinek. Kúnya József megbízásából Kovács Sándor. És még mindig nincs vége, tehát sehová nem mentek, hiszen Markó Timre polgármester úr a harmadik helyezetnek járó kupát is szeretné átadni a csapatnak, amivel pedig szeretnénk benneteket lefotózni, tehát egy picit majd úgy valahogy előrébb kellene jönni egy közös fotó erejéig, és gratulálunk! A legszebb csapattagnak szeretné átadni polgármester úr a kupát, természetesen értem, hogy miért. Gratulálunk még egyszer az ifjú székácsosoknak, szép volt! És akkor ismételten Pali bácsit kérném, hát ugye a második helyezettünk következik. Tisztelt hölgyek, urak! A zsűri nevében bejelentem, hogy az arató csapatok közül második helyezést a Székács intézmény felnőtt csapata érte el 88 ponttal. Gratulálunk! Gratulálunk a székácsosoknak, minden tagot szeretnénk ide felkérni. Tehát 5 embernek kell ide felérkeznie hozzánk. Közben pedig már látom az örömkönnyeket is, meg a meglepődést, na de erről majd később.
Természetesen ők is először Törökszent Miklós város önkormányzat ajándékát vehetik át Markút Imre polgármester úrtól. Gratulálunk még egyszer a felnőtt csapatnak, és köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk a mai napon. És akkor most szeretném megkérni a Szent Miklósi Gazdák baráti köréből, Pót János megbízásából Szegő János urat, hogy adja át a Szent Miklósi Gazdák baráti körének ajándékát a második helyezett csapatnak. Köszönjük szépen a baráti körnek is, valamint a Székhácsnak is, hogy itt voltak. Még egyszer gratulálunk, igazgató úr természetesen. Hát a puszit azt ő is, úgy látom, hogy a legszebb csapattagnak adja. Meg szeretném kérni polgármester urat, hogy akkor most a második helyezettnek járó kupát kíváncsian várom, hogy kinek adját a csapattagok közül. Hát fogadhattam is volna, így van. Gyertek egy kicsit közelebb, hogy egy közös fényképet hadd csináljunk rólatok. Gratulálunk még egyszer. Középre, gyertek középre, mert hogy ott fényképeznek többen. Kupát, magasba! Gratulálunk még egyszer, és köszönjük szépen! És akkor azt hiszem, hogy következnek az első helyezettjeink. Pali bácsi, kíváncsian várjuk az értékelést is ehhez. Tisztelt hölgyek, urak! A Szent Miklósi napokra a csapatokat megszervezni elindítottuk, azt előre nem garantáltuk, hogy lesz 5 csapat. Végül a meggyőzés és a lelkesedést odáig tudtuk Szent Miklós embereiben fokozni, hogy tudtunk olyan csapatokat összehozni, mint a polgármesteri hivatalai volt és az Ipolyardor Kulturális Központ csapata. És csodák csodájára gratulálok előre mondva, hogy az első helyezést az Ipolyardor Kulturális Központ csapata érte el. Éljen, éljen, éljen! 95 ponttal! Tisztelt jelenlevők! A Budai Ferenc igazgatóra által felsorolt követelményekkel maximálisan 100 pontot lehet elérni. És ez a kezdőcsapat 95 pontot ért el. És a bevezetőben ezért mondtam, hogy nem csak a csapatoknak gratulálok, hanem a felkészítő, segítő mentoroknak is. Gratulálunk! Várjuk akkor az összes csapattagot. A smink már úgyis elmosódott, szóval mindegy. Hát ezt megtanultuk, hogy aratáshoz nem festjük ki magunkat, főleg, hogyha díjazásban részesülünk. Gratulálunk az IKK csapatának, és persze ők is megkapják Törökszent Miklós városi önkormányzat ajándékát polgármester úrtól. Hát úgy látom, ez mindenképp vitrínbe kerül. És akkor most szeretném megkérni a Szent Miklósi Gazdák baráti körétől Márvány Istvánt, hogy adja át az első helyezettnek járó jutalmat, ajándékot, melyet a baráti kör ajánlott fel. Ismételten. És gratulálunk még egyszer. Köszönöm, mester!
Közben azért, hogy a Székely-Csalamér mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium hírnevét is vigyük, Szalmak Alapus Pistink ott tanult. Tehát azért némiképp a Székásnak is köszönhető a csapat első helyezése, és persze azért másik vezető kasszásunknak is. Köszönjük szépen a részvételt és a segítséget, szóval gratulálunk még egyszer. És akkor még most a kupa következik az első helyezetnek, polgármester úr pedig átadja az első helyezetnek, hangsúlyozzuk. Hogyha megvolt a fotó. Így van, fotó. Az muszáj. Hallatszódjon a fényképen még hangosabban. És akkor úgy látom, hogy Klári szeretne. Klári szeretne, vagy legalábbis megpróbál két gondolatot elmondani, ha tudja. Ugye most itt az aratás előtt, illetve a rendezvény előtt, mint szervező voltam részes, illetve próbáltam ezeket úgy összeállítani, de úgy gondoltam, hogy nem elég, az, hogy az ember dolgokat megszervezze, addig, amíg nem tudja magáinak megélni, érezni, addig bármit csinálhatok, akár én most ebben a pillanatban, és ezért jött az az ötlet, és nem csak azért, mert hogy nem volt talán annyi csapat, hanem hogy szerettem volna kipróbálni, mert nem ilyen családból nőttem fel, bár azt gondolom, hogy én olyan lelkes, amatőr kötélkészítőként indultam el, és köszönöm szépen itt Túcsány Imre bácsinak, hogy a gyors talpaló tanfolyamot elvállalta, két este jöttem ki hozzá a Zsuzsi kolléganővel, és igen, kemény. És most nem semmi büszkeség, inkább ez a nagyon jó érzés, hogy részese lehettem, és talán még jó véleményt is mondtak rólam a kollégák, akik profik ebbe, úgyhogy nagyon köszönöm. Az, hogy egy ötlet odáig eljut, hogy még ráadásul itt is állhatunk, hát ez igazán a meghatódásnak az ideje. Köszönöm szépen mindenkinek, és további rendezvényeinkre szeretettel várok mindenkit. Köszönjük szépen! Gratulálunk még egyszer a csapatnak, viszont az aratók remélem még nem mentek sehová, mert hogy még mindig az aratáshoz kötődően fogunk díjakat átadni, hiszen külön díjak következnek, melyet ismételten a Szent Miklósi Gazdák Baráti Körének köszönhetünk, hiszen ezt is ők támogatták és ajánlották fel. Szóval érkeznek a legfiatalabbak, pontosabban a legfiatalabb és a legidősebb arató csapattag. Úgy hiszem, hogy az illendőség úgy kívánja, hogy a legidősebbel ismerkedjünk meg, ehhez pedig szeretném megkérni Kovács Sándort, hogy ő adja át majd a külön díjat, mint a legidősebb aratónak, Bámerné Erzsi néninek. Erzsi néni, vissza a színpadra! Oda tessék fordulni Kovács Sándor úrhoz, hiszen tőle kaphatja meg azt az ajándékot, mely a legidősebb baratónak jár. Gratulálunk Erzsi néninek, és akkor most a legfiatalabb tagunk, aratónk következik, ehhez pedig Pali bácsit, Balogh Pál urat szeretném megkérni, mint a zsűri elnökét, a színpadra pedig felhívom Kis Balást, aki nem is olyan kicsi. Jelza. Tisztelt hölgyek, urak! A legidősebb Erzsi néni 79 éves volt, a legfiatalabb meg 16 éves. Még sokáig Isten éltesse őket. Gratulálunk Balázsnak is, és köszönjük szépen még egyszer
az arató csapatoknak a mai részvételt. Igazán keményen dolgoztak, és természetesen várunk ide-vissza mindenkit jövőre is. Akkor már a 27 éves Szent Miklósi napokra, azonban most még sehová nem megyünk. Ha már itt vagyunk a színpadon, és a zsűri is itt van, akkor én szeretném megkérni Markóth Imre polgármester urat, hogy köszönjük meg a zsűri munkáját is a mai alkalommal, hiszen nagyon-nagyon sokat dolgoztak. Úgyhogy Balog Pál ugye a zsűri elnöke és a verseny levezetője, ő, ahogyan szokta, szívét, lelkét kitette a mai napért, és teljes odaadással végezte a munkáját, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk. És ugyanez vonatkozik Szegő János úrra, díszpolgárunkra, korábbi polgármesterünkre, akinek tulajdonképpen többek közt köszönhetjük, hogy most 26. alkalommal lehetünk itt a Szent Miklósi napokon, hiszen az első is neki is köszönhető volt. Budai Ferenc, a Székácsalemér mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzőiskola és kollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés birtokosa is. Büszke lehet, nem csak azért, mert hogy a zsűriben van, hanem magára az intézményre, akik a mai napon kitettek magukért, mind a felnőttek, mind pedig a diákok. Köszönjük szépen! És ugye következik Turcsányi Imre. Ő neki már el kellett mennie, és ugye Kovács Sándor volt még, aki nagyon-nagyon sokat tett a mai napért, és zsűrizte a versenyzőinket. Neki is nagyon-nagyon szépen köszönjük a munkáját, és hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen még egyszer, és ugye többször szóba került már a Szent Miklósi Gazdánk baráti köre, akik nagyon-nagyon sokat dolgoztak. És gondolkoztak. Nem véletlenül. Hiszen egy olyan hagyományt szeretnénk éltetni továbbra is, és nem abba hagyni 26 év után, sőt, hogyha lehet, akkor még egy kicsit nagyobbá tenni, ami alföldi városként nekünk nagyon-nagyon fontos. Hiszen az életünkről van szó, így is fogalmazhatnék. És ezért Törökszent Miklós város önkormányzata szeretné megköszönni a Szent Miklósi Gazdánk baráti körének a mai naphoz nyújtott támogatását, segítségét, az ajándékokat, és azt, hogy itt voltak, és mindenben segítették a mai napunkat. Hát ABC sorrendben fogunk menni. Budai Ferencnek szeretnék először megköszönni. Kónya József, ő nincs itt. Kovács László. Kovács Lászlót szeretnénk, hogyha még ide jönne hozzánk. Köszönjük szépen. Úgy csinál, mint aki nem számított. De jól megy. Egy kötény és egy zsák búza az ajándék. A kötényen természetesen Török Szent Miklós és búza kalászt is található, és a zsák búza sem akármilyen bekötésben szerepel. Márvány Istvánnak is szeretnénk megköszönni mindazt, amit a baráti körben a mai naphoz hozzátettek, és ugye a jövőben is folytatni kívánják, tehát nem egy napról van szó, hanem ez egy folyamatos munkát fog majd jelenteni a baráti kör tagjainak. És akkor Pót János, Szegő János. És akkor, ha már a Szent Miklósi Gazdák baráti körénél tartunk, akkor mindenképpen szeretném, hogyha Budai Ferenc úr még mikrofonhoz jutna egy pár perc erejéig. Köszönöm szépen a szót. Többször elhangzott mai nap folyamán, hogy ez a baráti kör szívügyének tekinti Török Szent Miklóson ezt a neves rendezvényt. Nyilvánvalóan elsősorban a versenyben a részvételt, mindazt, amit ezért a versenyért tettek felkészülésben, jelenlétben és minden egyébben. Köszönöm. Viszont nagyszerű. Gyere még vissza, mert egy ölelésre. Ezt mi azért önmagunkban nem tudtuk volna megcsinálni. Nagyon szépen köszönöm
mindenkinek, aki ebben bármilyen módon is tevőlegesen részt vett, és név szerint is szeretném megköszönni a mögöttem lévő három hölgynek, Meggyesi Klárának, Évikének és Editkének, hogy ebben a programban nekünk nagyon sokat segítettek, és együtt tudtunk dolgozni. Én szeretnék nekik egy-egy csokor virágot átadni ebből az alkalomból, és kívánom, hogy jövőre még nagyobb lelkesedéssel és még több csapat indításával tudjuk ezt a programot lebonyolítani. Köszönjük szépen Budai Ferenc úrnak, és akkor én még úgy gondolom, hogy Szegő János urat is szeretném a mikrofon másik végére egy kicsit oda helyezni, hiszen a Szent Miklósi Gazdánk baráti köre úgy gondolom, hogy nélküle nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök és hálát adok a mindenhatónak, hogy önökkel lehettem a délelőtt során. Köszönöm a csapatoknak, meg mindenkinek, aki itt megjelent ezen a színtéren, és engedjék meg, hogy a Szent Miklósi Gazdák baráti köre nevében megköszönjem a zsűri elnökének, Balogh Pali bácsinak a munkáját, aki évek óta kitartóan végzi ezt a feladatot. Kívánunk neki jó erőt, egészséget is, a Szent Miklósi Gazdák baráti köre nevében elvárjuk, hogy a jövőben is segítse ezt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen valamennyiüknek, akik most itt voltak velünk, és adott a feladat a következő évre, én úgy gondolom. Akár Pali bácsinak, mint a zsűri elnökének, akár a Szent Miklósi Gazdák baráti körének, és ugye polgármester úréknak is, mint az önkormányzatnak, viszont az önkormányzat még sehová nem megy, hiszen van most két olyan vendégünk, akiktől a mai nap folyamán el kell, hogy búcsúzzunk. Akiktől most nem búcsúzunk, azt azért nem tesszük, mert ők még maradnak velünk a mai este folyamán is, és még holnap délelőtt is itt lesznek velünk. Viszont nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni, hogy itt voltak velünk, készültek hozzánk, szeretettel készültek hozzánk, ismételten, és reméljük, hogy jól is érezték magukat. Szóval szeretnénk megkérni Tornalja polgármesterét, Szögedi Anna polgármesterasszonyt, hogy jöjjön fel ide hozzánk a színpadra, és a mai nap emlékéül polgármester úrtól vegyen át egy kis ajándékot, és reméljük, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy a következő esztendőben is találkozzunk majd itt, ha máskor nem is hamarabb, nem a Szent Miklósi Napok rendezvény sorozat keretén belül. És köszönjük szépen még egyszer az odaadó munkát, amellyel a műsort összehozták nekünk. Köszönjük szépen! Emlékszem, tavaly ősszel volt lehetőségünk, amikor a Tornaljai Művészeti Iskola 60. éves születésnapját ünnepelte, hogy meghívás keretében én is ott lehettem Tornalján, és akkor tudtunk néhány szót beszélni, és akkor megbeszéltük, hogy az a testvértelepülési kapcsolatot önöknél választás volt, és utána folytatni fogjuk. Én azt gondolom, hogy választástól, politikától függetlenül testvértelepülések közötti kapcsolatnak élni kell, és nem a politika, hanem a testvéri szeretet kell, hogy betöltse az együttműködést. És örülök, hogy eljött polgármester asszony a mai napra, és remélem még fogunk találkozni. Még egyszer köszönöm én is. Ugyanezt gondolom, és úgy hiszem, hogy majd a választások után, hisz itt ősszel választások lesznek, újra találkozok a polgármester úrral, és akkor valóban létrejön a baráti kapcsolat. Köszönöm szépen! És akkor most a kölcsönös ajándékcsere következik a színpadon. Köszönjük szépen! És úgy látom, hogy lesz még egy ajándékcserénk, hiszen
készült. Köszönjük szépen polgármester asszonynak. És akkor itt van már velünk Pataki úr is, aki szintén úgy látom, hogy ajándékot hozott. És szeretném megköszönni Zentának is. Zentával is Törökszent Miklósnak réges-régi kapcsolata van. Mi mindig a zentai csata emlékére szeptember elején szoktunk Zentán megjelenni meghívásra. Zenta viszont legtöbbször a Szent Miklósi napok keretében érkezik ide hozzánk. Örülök, hogy most is Pataki úr Zentát képviselve megérkezett hozzánk, és kívánom, hogy az a kapcsolat, ami megvan a két település között, azért mélyüljön. Volt már egyébként 2 évvel ezelőtt Szent Miklósi napok keretében Zenta művészeti csoporttal is itt volt nálunk, akkor a Galambos Parkban léptek föl. Én úgy gondolom és úgy hiszem, hogy ez a testvéri kapcsolat ez meg lesz, és hosszú távú lesz a két település között. Isten hozott benneteket, és Isten hozott téged, és örülök, hogy itt vagy. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Törökszent Miklósnak! Nagy örömmel szolgál, hogy újból itt önöket tudom köszönteni. Kicsit szélesebb körbe szerettünk volna megjelenni. A Déli Váv, egy citra zenekarra szerettünk volna megérkezni. 3 évvel ezelőtt fölléptünk, ez sajnálatos módon nem jött össze. A két régió sok minden összekötközött, többek között a Tiszának a közössége, közelsége. Zenta város kb. 800 éves, 500 éves szabadvárosi múlttal büszkélkedhet, és nagyon örül annak, hogy Törökszent Miklósnak, Szent Miklósára jó ideje már baráti, testvérvárosi kapcsolatot tudunk építeni. Mindenkinek legjobbakat kívánok, és köszönöm szépen, örülök, hogy itt lettem. Szeretném megkérni még Markóz Imre polgármester urat, hogy maradjon velünk a színpadon, hiszen bár úgy néz ki, hogy mintha az ajándékok elfogytak volna az asztalról, azonban ez mégsem így van. Hiszen beharangoztuk már, hogy a mai nap ugye az aratási, igazi arató ünnepet ültünk, közben pedig látom a fogatosokat, és jut eszembe, mielőtt elkezdenénk a következő díjátadást, aki fogattal érkezett, az fogattal is távozhat. Tehát nem kell hazagyalogolni vagy vissza. Tehát a fogatosok azért vannak, hogy visszavigyenek bennünket a város központjába. Ez csak úgy egy ilyen kis apró információ. Na, de akkor most folytatásban. Következik a Tiszta Udvar rendesház. Szerintem mindenkinek rémlenek a régi táblák, a házak, kerítések falán, amelyek Törökszent Miklóson is nagyon-nagyon sok helyen felelhetőek voltak, és ezt a úgymond régi hagyományt élesztette újjá Törökszent Miklós város önkormányzata. Hát most az évszámban nem vagyok biztos, de emlékeim szerint most adjuk át 4. alkalommal a Tiszta Udvar rendesház kitüntető címeket, amely egyrészt pénzjutalommal jár, másrészt pedig egy szintén táblával. Azonban ez a tábla már nem olyan, mint a régi, sokkal-sokkal szebb köszönhetően Ibolyának, aki megtervezte Törökszent Miklós város önkormányzatának mindezt. És minden évben lehet erre pályázni. Ki van írva a pontos pályázati kiírás, mi alapján fognak majd pontozni és bírálni és gyűrizni, és ez az idei esztendőben is megtörtént. És akiket most szólítunk, és reméljük, hogy azért jó néhányan itt vannak velünk az aratáson, ők mindegyikőjük táblát, tehát hazaviheti a Tiszta Udvar rendes ház táblát. Viszont van 3 olyan helyezettünk, aki emellett a tábla mellett még a pénzjutalomban is részesül, attól függően, hogy 1., 2. vagy 3. lett. Úgyhogy a díjakat továbbra is polgármester úr fogja majd átadni, és először szeretném felhívni Maier Gyulát, a Tiszta Udvar rendes ház idejévi pályázaton való dicséretes részvételért, hogyha ő itt van köztünk. Ha nincs, akkor természetesen eljutatjuk hozzá majd magát a táblát és az emléklapot is. Szóval akkor ő volt az első, Maier Gyula. A következő, aki szintén dicséretes részvételéért átveheti az emléklapot és a Tiszta Udvar rendes ház táblát, Berta István. Őnek is elfogjuk. Ó, ő itt van! Ő itt van! Nagyszerű! Gratulálunk, ennél azért nagyobb tapsot kívántam volna, megvártam. Na ez az, tudunk mi, ha akarunk.
Köszönjük szépen a részvételt, gratulálunk hozzá, és remélem, hogy büszkén fogják feltenni ezt a gyönyörűséget, vagy a kerítésre, vagy a házfalára. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer! Szintén a dicséretes részvételt díjazza a Török Szent Miklós Város Önkormányzata Marosné Csuri Mária esetében. Gratulálunk! És örülünk, hogy itt vannak velünk az aratónapon. Itt sem hallottam olyan nagy ovációt. Köszönöm. Köszönjük szépen és gratulálunk. És akkor most már a helyezettek következnek. A Tiszta Udvar Rendesház idei évi pályázatán is több kategóriában lehetett pályázni, és magánszemélyek kategóriában harmadik helyezést ért el Tóth Imre Lászlóné. Gratulálunk! Ő nem csak oklevelet, és ugye a Tiszta Udvar Rendesház táblát kapja meg, hanem majd némi egyeztetést és bürokráciát követően ugye pénzjutalomban is részesül. Méghozzá a pénzjutalom, már csak hogy egy kis motiváció legyen a következő esztendőre, hogy lehet indulni másoknak is. Szóval a harmadik helyezett a testület döntése értelmében 60 ezer forintot fog majd kapni. Következik a második helyezettünk, szintén magánszemélyek kategóriában a Tiszta Udvar Rendesház idejévi pályázatán, Takács Vivien. Gratulálunk Viviennek is. Ő is megkapja polgármester úrtól magát az oklevelet, a táblát, amit én nem győzök csodálni. És mellé majd a bruttó 80 ezer forint értékű jutalmat is, a második helyezettnek ennyi jár. Köszönjük szépen a részvételt, és reméljük, hogy másokat is buzdítanak majd arra, hogy ilyen szép temlek sorakozzanak mondjuk az utcában. Gratulálunk, köszönjük szépen! És akkor következik az első helyezettünk, ugye magánszemélyek kategóriájáról beszélünk. Az idei évben a legszebb tiszta udvar és rendes ház a beadott pályázatok között Mezei Zoltán néjé volt. És ő is itt van. Gratulálunk! Az ő jutalma pedig az oklevelen és az emlékle a táblán kívül bruttó 100 ezer forint. És nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek valamennyien mindenki, aki pályázott erre. A következő esztendőben is van lehetőség. És azt is, hogy ide kijöttek hozzánk, hogy átvegyék a díjat és a jutalmat. A következő esztendőben tehát ugyanígy Tiszta Udvar Rendes Ház, ezen kívül pedig a legszebb konyhakertek pályázat is fut. Na, erről majd egy kicsit később fogunk beszélni, hiszen ott eredményhirdetés majd az Óbalai falu napon lesz. Én meg szeretném köszönni polgármester úrnak is az aktív közreműködést a díjak átadásában, valamint mindenki másnak, aki részt vett itt velünk az arató nap folyamán. Úgyhogy itt most nem azt jelenti, hogy vége van az aratónapnak, most nem mondom, hogy menni kell, de mindenkinek köszönjük a mai nap folyamán az aktív részvételt, és itt gondolok többek között a törökszentmiklósi polgárőreinkre is, akik a tűzőnapon álltak, és próbálták irányítani a forgalmat, és vigyáztak ránk. És köszönjük szépen, hogy nem gyulladtunk ki, tehát remélhetőleg mindenki betartotta azt, hogy nem dohányzunk az aratás helyszínén, hanem csak a kijelölt dohányzó helyen. Ehhez persze a tűzoltóink azért biztonsági okokból itt voltak, nekik is köszönjük, hogy vigyáztak ránk, valamint ugye az egészségügyi munkatársak is, tehát ha bárki rosszul lett volna, akkor sem esünk kétségbe. És ugye ne felejtsük el az Ipari Közlekedési Központ munkatársainak munkáját, akik azon túl, hogy arattak, ami nem kis feladat, itt mindent megszerveztek és kipakoltak nekünk, könyvtárosainkkal egyetemben. Köszönjük szépen, és akkor, ahogy mondtam, várunk mindenkit a Galambos Parkban.